Úgy hallom, Magyarországon katonai eszközöket, különféle fegyvereket gyártó cég létesül, aminek nem igazán tudok örülni, mert minden egyes ilyen létesítmény addig, amíg nem megfelelő kezekben van, sajnos ideális célpont lehet bármelyik katonai fél számára. Tehát akik ilyen helyen laknak, élnek, azok számíthatnak arra, hogy egy idiótább helyzetben a világ mostani felfokozott háborús állapotában nem lesz jó ilyen helyen lakni, ugyanis valószínűleg megelőző csapásokat fognak mérni ilyen gyáregységekre. Tehát, ha mondhatjuk így, jobb lenne, hogyha nem gyártanának Magyarországon fegyvereket. Másik pedig az, hogy nem tudom, hogy kinek a kezébe fog kerülni ez a sok fegyver. Mennyire magyar és mennyire hazaszerető emberek kezébe, megfelelő katonák, rendvédelmi szervek és hasonlók, akik letették az esküt a Szent Koronára, Magyarországra, magyar hazára és Magyarországon születtek. Tehát ilyen embereknek lehetne adni fegyvert, a többinek nem. A másik, ha már itt vagyunk, hogy katonaság, elgondolkodható az, hogy eléggé balul ütött ki a magyarság részére, úgy az első, mint a második világháború. Legjobb semmilyen háborúba bele nem gabajodni, tehát a legjobb az, hogyha sohasem megyünk háborúba sem erre. A saját szülőföldünket védhetjük, hogyha támad az ellen, de nem megyünk külföldre, sem erre se háborúba, ugye? Az 1848-as pontokban ez is benne van, hogy magyar katona ne menjen külföldre, a külföldieket vigyék innen vissza a saját hazájukba. És még valami. Mindig a bal sors az, ami itt van a magyarságnál, bar sors, akit régen tép, a katonaság bal sorsa. De miért is bal sors ez? Hát hogyan lehet az, hogy mindig bal sors az? Bármibe is fognak kezdeményezés, az balul üt ki. Hát amilyen a kezdet, olyan a vég, szokták mondani. Jó kezdet, fél siker. Hogyha valaki egyszer masíroz, és azt mondják, hogy lépés, indulj! És mit mondanak? Vagyis mi az, amit nem mondanak? Nem is mondom azt, hogy mit mondanak, mert azt nagyon tudom, voltam valaki kiképzésen, sőt, emelt szintű valaki kiképzésen is, de a régi formulát követtük, és ezt én szeretném most egy kicsit megváltoztatni. Tehát lépés, indulj, jobb, 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 bal, jobb, 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 bal, jobb, 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 bal, jobb. Nem tudom, hogy tetszett. Talán így jobban sikerülnének a dolgok, és a jobb oldalunk, az a napoldalunk, az aktivitás oldalunk, az, amivel előrelépünk, és férfiasan megy előre az ember. A bal az a mi női oldalunk, a befogadó, amivel olyan finoman lép előre, vagy inkább hátra az ember, hogy védekezzen. Védekezés bal láb hátra jobb marad elől, vagy fordítva is lehet, de a lényeg az, hogy az egy befogadó energiát indítunk el. A másik pedig az, hogy amikor előre megyünk és katonásan, az nem ballal indul, hanem jobbal. Mindig a
jobb láb az, ami indít. Mindig a jobb kéz az, ami indít. És amikor ajtót nyitunk, jobb kézzel belülről kifelé óramutató járásának megegyezően nyitjuk az ajtót. Ezt jobb, ha megegyezünk, mert Magyarországon az összes kibaszott ajtó befelé nyílik. És ez bejárati ajtóknál a lehető legnagyobb bal szerencse. Tehát jobb kézzel óramutató járásának megfelelően nyitjuk az ajtót. Lenyomom a kilincset, tehát még egyszer, lenyomom a kilincset belülről a házban, és óramutató járásával megegyezőleg ki nyitom az ajtót, és ki lépek. Jobb lábbal, jobb kézzel, jobb lábbal. Nem pedig úgy, hogy lenyomom a kilincset, és hátra lépek, és utána kilépek. Ez nem a sikeres indításnak a záloga. A sikeres indítás úgy történik, jobb kézzel lenyomom a kilincset, és jobb lábbal kilépek. Szép napot kívánok mindenkinek, jó masírozást egy szebb és gazdagabb világban.